2004. május 1-e. Magyarország EU csatlakozásának dátuma. A Hősök terén aznap nagyszabású rendezvényen ünnepelték az ország EU tagságát. 17 évvel a belépés után most az ellenzéki miniszterelnök jelöltek, viszont már Magyarország EU tagságáért aggódnak. A hat jelölt közös levélben állt ki Magyarország uniós tagsága mellett. Azt írták, Magyarországnak csak uniós tagállamként van jövője. Ezért fordultunk levélben az Európai Unió tagállamainak vezetőihez, hogy Magyarország az EU tagja maradjon 2022 után is. Gyurcsány Ferenc csapata rossz adást néz, így reagált az ellenzék nyílt levelére Varga Judit. Úgy fogalmazott, nem a magyar miniszterelnök beszélt a kilépésről, hanem a holland kormányfő Mark Rutte ajánlgatta a távozást. A magyarok elsöprő többségben EU-pártiak, ez derült ki a Medián tavalyi évvégi felméréséből. A kutatás azt mutatja, a magyarok 85%-a támogatja az ország EU tagságát, az ellenzékiek 94%-a, a kormánypárti szavazók pedig 77%-a EU-pártinak vallja magát. És akkor itt van velünk Skype kapcsolaton keresztül Márki-Zay Pétereknek. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy tudunk így beszélni. És hát kezdjük azzal, amit a bejátszóban is elhangzott, ugye az kétségtelen, hogy valóban a holland miniszterelnök vetette föl azt, hogy a pedofil törvény elfogadása után Magyarországnak távoznia kellene az Unióban, ha nem vonják vissza ezt a törvényt. Szóval soha az Orbán kormány azt, hogy elhagyná az Uniót, nem mondta, amivel önök vádolják ebben a levélben. Igen, valóban, jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Orbán Viktor ezt nem jelentette ki, de az sem véletlen, hogy az ellenzéki szavazóknak sokkal nagyobb százaléka támogatja az uniós tagságunkat, mint a Fidesz szavazóinak. A kormány ugyanis évek óta mindig az unió politikájával szemben politizál és kommunikál. Tehát sajnos nagyon sok olyan kérdésben az unióval szembe helyezkedett, amely előrevetíti a kilépési szándékot is, még akkor is, hogyha ezt ők nem jelentették ki nyíltan. Ugye ezt ők úgy interpretálják, hogy valójában ők a magyar érdekeket képviselik Brüsszelben, miközben az ellenzék Brüsszel érdekeit szeretné Magyarországon képviselni. Szóval, hogy ők nem azt mondják, hogy kivezetnék az országot, csak hatásosabban képviselik Magyarországot szerintük. Hát ezt általában a Fidesz szuverenitási, önállósági kérdésnek mondja. Én azt látom, hogy nem Magyarország szuverenitásáért aggódnak, hanem Orbán Viktor szuverenitásáért. Akkor például, amikor Magyarország azon kevés uniós tagállam egyike, akik nem hajlandóak csatlakozni az Európai Ügyészséghez, tehát akik nem hajlandóak alávetni magukat egy olyan vizsgálatnak, egy független vizsgálatnak, amely megakadályozná a korrupciót, az uniós pénzek ellopását, akkor például nem Magyarország szuverenitásáért aggódnak, hiszen nekünk igenis érdekünk lenne, hogy ugyanannyi uniós pénzből, amennyit most kapunk, több autópálya épüljön, több vasútállomást újítsanak föl, több egyéb program valósuljon meg. Ez csak a Fidesznek nem érdeke. Úgyhogy jellemző, hogy ebben a kommunikációban általában nem Magyarország önállóságát félti. A magyaroknak igenis jó lenne az, hogyha az uniós értékrendnek, a nyugati keresztény kultúrának megfelelne a fideszes kormány, amit sajnos nem tesz. Mit fog lépni mondjuk a közös ellenzék, illetve a miniszterelnök jelöltek akkor, hogyha megvalósul az, hogy a jogállamisági mechanizmus keretein belül pénzeket vonnak el, vagy függesztenek fel Magyarországtól, mert ez egyrészt örömteli lehet olyan, az önök számára olyan szempontból, hogy az unió egyetért önökkel abban, hogy Orbán Viktor nem az unió értékrendjét követi, ugyanakkor viszont a magyaroktól vonják el a pénzt, ez meg nyilván nem örömteli. Szóval, hogy erre mi lehet az ellenzéki válasz, ha ez megvalósul mondjuk ősszel? Azt hiszem, hogy a legjobb referencia az, ami már megtörtént. Tehát például annak ellenére, hogy az ellenzék jó néhány tagja, majdnem egységesen az ellenzék, tiltakozott az ellen, hogy Orbán Viktor nem a közös olcsó nyugati vakcina beszerzéshez csatlakozva adott be minden nyugati vakcinát Magyarországon, hanem sokszor a nyugati vakcináról is lemondva hozott be például kínai Sinopharm vakcinát, amit kétszer annyira vásárolt meg, mint például a Szenegál, tehát látszik, hogy itt azért 20-25 milliárd forintot elnyomtak, elloptak, amit ráadásul kutatások igazoltak, hogy csak 79%-ban hatásos, és 60 év felettieknek pedig nem is tesztelték, nálunk ugye a 60 év felettiek 40%-ának ezt beadták, de amikor arról volt szó, hogy a magyarok utazhatnak vagy nem egy olyan oltás igazolvánnyal, ami mondjuk orosz vagy kínai vakcina alapján lett kiállítva, akkor a brüsszeli magyar képviselők is kiálltak amellett, hogy a magyar polgárokat ne büntesse Brüsszel a magyar kormánynak a hibája, az ostobasága és a gazembersége miatt. Én azt gondolom, hogy ez a precedens,
Ez mutatja, hogy nekünk, ellenzéki magyar politikusoknak, közszereplőknek semmiképpen sem érdekünk az, hogy a magyar embereket büntessék. Korábban egyébként erre az önkormányzatok levele is példát mutatott, akkor is azt kértük, hogy lehetőleg azokat a pénzeket, amelyeket esetleg elvonnának a magyar kormánynak a hibái meg nem felelése miatt, azt adják például az önkormányzatokon keresztül a magyar polgároknak. Hát igen, de nem úgy tűnik, hogy ez a mechanizmus beindult volna, vagy zöggenőmentes lenne. Nem, én egyelőre azt látom, hogy a magyar kormánynak, és ez helyes, tehát nyilván, hogy meg kell felelni az Európai Uniós szabályoknak, az alól senki nem bújhat ki. Olyan nincs, hogy valaki csak a pénzért van ott, és az értékeket nem vállalja föl, hogy miközben a fejlesztési pénzek, gyakorlatilag Magyarországon a gazdasági növekedés az szinte egy az egyben az uniós pénzekből származik, és ugyanakkor pedig az unió és a világ szabályaival szembe mentve körözött iszlamista terroristákat és bűnözőket fogad be Orbán Viktor, nem hajlandó alávetni magát azoknak az uniós szabályoknak, amelyek akár az egészségügy említett területén vannak, akár a jogállamiságra vonatkoznak, akár az európai értékeknek a képviseletét jelentik. Ha már említette a Sinopharm vakcina körüli kérdőjeleket, ugye a budapesti főpolgármesternek, illetve a hivatalnak van egy olyan akciója, hogy ingyen adnak a 60 év felettieknek antitest tesztet, hogy lemérjék, hogy van-e immunválaszt. Például Hódmezővásárhely készül ilyenre, vagy van a önöknél erre lehetőség? Egyelőre nálunk nem volt ilyen, de tegnap értesültem erről az akcióról, és meg fogjuk vizsgálni, mert én is maximálisan egyetértek vele. Aki Magyarországon 60 év feletti létére Sinopharm vakcinát kapott, annak az a minimum, hogy jár egy ingyenes teszt és egy ingyenes harmadik oltás. Én azt gondolom, és tudósok azt mondták, hogy nem szükségszerűen Sinopharm vakcinával, esetleg most már kaphatnának nyugati vakcinát is. Jó, tehát akkor lehet, hogy Hódmezővásárhelyen is lesz majd egy ilyen akció. Beszéljünk még egy picit arról, hogy ugye a hírekben megjelent, hogy a hétvégén majd Hatházi Ákossal közösen fognak piacozni a bosnyáktéri piacon, ugye az uglói előválasztás kapcsán. Hivatalosan még nem indult el az előválasztási kampány, majd 3 hét múlva indul, de talán Zugló a legforróbb pont, és ugye friss hír, hogy Tóth Csaba egy háttérbeszélgetésen úgy fogalmazott, hogy akár még Hatházi Ákossal is kiderülhetnek érdekes dolgok, részletekben nem ment bele, de ön szerint az előválasztásnak árt vagy használ, ami Zuglóban folyik? Mert ugye ön nagyon dicsérte mindig az előválasztást, hogy ezzel sikerült tematizálnia az ellenzéknek, de hát azért nem minden reklám jó reklám. Én fordítva, én azt gondolom, hogy jó. Tehát az előválasztás még nem szokták meg a magyarok, de valójában ahhoz, hogy 2022-ben egy Fidesz vagy nem Fidesz alternatívában még azok is a nem Fideszre szavazzanak, akik most bizonytalanok, hiszen az ország körülbelül egy harmada az nem elhatározottan ellenzéki vagy elhatározottan kormánypárti, ahhoz az kell, hogy az ellenzéki ajánlat minél tisztább, minél tisztességesebb, minél vonzóbb legyen. Nyilván Tóth Csaba személye nem erősíti ezt a bizalmat. Tóth Csabának ugye van egy története, ott a parkolási botrányra tessék gondolni, amikor egyébként ugye a szocialisták ott éppen a Fidesszel együtt karöltve még Karácsony Gergelynek a rosszállását is kiváltották, de hát nyilván ő neki a személyét azért körberengi egy olyan múlt, amely nem biztos, hogy építi az ellenzéket. Én természetesen azért támogatom örömmel Hatházi Ákost, mert úgy gondolom, hogy az elmúlt években őt is, engem is már annyit támadtak, hogyha bármi jogos kritika merülhetett volna fel, arról már tudnánk. Mennyire működik ez az etikai kódex, amit aláírtak a jelöltek, pont az ilyen viták elsimítására, rendezésére, hogy azért egy szint fölött, egy szint alá ne menjenek, hogy klasszikust idézzek? Igen, de azt mindenkinek tudomásul kell venni, az ellenzéki szavazóknak is, hogy természetesen most az előválasztásnak az egyik legfontosabb funkciója, hogy a tetűcsúszdázásoktól a korábbi korrupciós cselekményekig minden derüljön ki ezekről a jelöltekről. Senki ne gondolja azt, hogy ha van ilyen, hogy ha vannak pornófelvételek, hogy ha vannak korrupciós botrányok, akkor a Fidesz ezzel nem fog élni 22-ben. Most kell olyan jelöltet választani, akit a Fidesz nem tud majd megzsarolni, és adott esetben bejutva a parlamentben, majd nem Orbán Viktor kormányon tartására fog szavazni. Lehet, hogy ön tud valamit. Én ellenzéki pornófelvétel kiszivágásról mostanában nem hallottam. A tetőcsúszda az ugye Bíró Lászlóra vonatkozott, viszont azt azért sokan megjegyzik, akik átnézték az ellenzéki előválasztáson indulók arányait meg számait, hogy alapvetően ott van kiélezett verseny, ahol biztos ellenzéki kerületről van szó. Tehát ez nem azt mutatja, hogy feltétlenül Fidesz szeretnék legyőzni, hanem biztos helyet szeretnének az ellenzéki pártok. Így ez van, nem biztos, hogy jó hír.
A pártok ráadásul a saját leghűségesebb jelöltjeiknek akarják bebiztosítani Igen. ezeket a biztos helyeket. Én azt gondolom, hogy ez érthető, tehát nem csodálkozom ezen egyáltalán. Nyilván mindenkinek az a fontos, hogy a saját embere. Ha 10 embere ül egy pártnak most a parlamentben, akkor azt szeretné, hogy az a 10 az ott legyen, a többi az, hogy Orbánt legyőzzük, vagy nem, az sokszor mellékes. Most nyilván én pedig fordítva, én viszont mindig abban gondolkodom, hogy lehet Orbán Viktort legyőzni, hogy lehet ezt a rendszert leváltani, hogy lehet a korrupciót megszüntetni, de nem csak kormánypárti oldalon, ellenzéki oldalon se legyen korrupció. Hogyan lehet majd a közös listát összeállítani, hogyha már itt az ellenzéki előválasztáson is ilyen viták és indulatok vannak? Milyen alapon? Hát erre egyébként speciál a Momentumnak volt egy javaslata, ez a listás előválasztás volt. A 6 párt megegyezett, hogy nem ezt fogja Igen. követni, sőt, abban is megegyeztek, hogy majd többek között olyan szempontokat fognak figyelembe venni, hogy mindegyik pártnak lehessen egy frakciója. Erre mondtam én azt korábban, hogy olyan, mintha vereségre készülnének, hiszen a Fidesz jelenlegi pártfinanszírozási szabályaiban valóban óriási jelentősége van egy frakciónak, de hát ezeket a szabályokat egy győzelem esetén, pláne kétharmados győzelem esetén persze felül lehetne írni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nehéz harc lesz, egymást boxolják, természetesen az ellenzéki pártok is. Vannak szabályok, ami alapján ők majd az előválasztás után fogják a listás helyeket elosztani, és azt látom, hogy rendkívüli módon féltik ezeket a helyeket. Körülbelül 40 ember juthat be, és hát nyilván, hogy mind a 6 pártnak megvan a saját 10-15-20 ember, akit beszeretne juttatni, tehát nagy harc lesz a listás helyekért. 20 ember, 6 pártból és 40 befutó hely, az aztán tényleg komoly boxolás lesz, igen. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni, szép napot. Én is köszönöm.